Na, sziasztok! Folytassuk a versenyeket! Még mindig bronzak vagyunk. Még ahhoz képest elég jó, hogy mindegyikben első helyen vagyok. Jó, volt, amit újra kellett kezdeni, de hol érdekel ez minket? Menjünk az erdőbe. Ide jó lesz. Nem, az a tiéd ott. Akkor nem a tiéd. Uhu. Akkor van baj, ha nem ismerem még a pályát. És most meg kell tanulnom a pályán végigmenni. Hogy három körből, már a másodiknál, a harmadiknál első helyen végezzünk. Hát, én simán elmentem volna jobbra. Az a baj, hogy egy kis térképet ezt nagyon-nagyon ritkán nézem a bal alsó sarokban. Ja, igen. Amit az előző részben így említettem, a csalás, a játék majd visszacsalja, és hogy ott elkezdtem mondani a bukidon is, csak elment teljesen más irányba a beszélgetésem. A gondolatmenet. Engedj csak. Szóval, hogy ő mondta, hogy vannak olyan játékok, amiben hát látványosan csal a játék. És még azt nem merem mondani erre a játékra, hogy igen. De biztos emlékeztek, van olyan, például a Need for Speed-ekben is használták ezt, hogy végig tekertél a pályán, most mondok valamit, 200-al egész végig. És akkor hirtelen van mögötted az ellenség. És már az első helyért kell küzdeni. Ugye? Na és attól félek, hogy itt is az van, hogy ha nagyon lemaradnak, ups, akkor azt úgy bosszulja meg a játék, hogy amúgy itt van mögötted mindenki. Ezt már csak abból is gondolom, hogy akkor, amikor én például karambolozok, és kicsúszok, és nagyon elrontom, akkor nem húz el annyira a mezőny. Hanem olyan, mintha elkezdenének ők is bénázni. Azért, hogy ott maradjanak a közeledben. Ugye? Tehát, ugyanezen az elven alapulva, lehet pont az ellenkezője is, tehát hogyha nagyon... Nincs nitró! Nem törtem ki elég falat. Jó lesz volna pedig kitörni egy falat. Legyen nitrónk. Na mindegy. Elégedjünk meg most a második helyen. Megyünk egy sima versenyt. Végre. Aszfalt mindenhol. Hala. Már hol van a kakaó? Azaz, ott valaki repült. Nagy volt a sikaj. Ne tolj! Már ki! És látod, ez is most egy kicsit lassabban megy. De, amint én elkezdek gyorsulni... Érdekes módon ő is lassul. Vagy mint egy gyorsul. Hát úgy velem együtt mozog az ellenség. És ebből gondolom azt, hogy valószínű, ha első helyen vagyok, sem hagyja, hogy sokáig első helyen legyek, hanem akkor az ellenség is vissza felgyorsul. Jaj, ott lehet át kellett volna alatt a csúszni, az úgy jól is nézett volna ki. Inkább most nem játszunk ilyet. Ahhoz még most nagyon le vagyok maradva, hogy én ilyenekkel szórakozzak. A nyolcadik vagyok. Nyolcan indultunk. Szóval nem, hogy ennek az egésznek csak ennyi volt a lényege, hogy, tehát, hogy vannak olyan játékok, amik csalnak ahhoz, hogy ne juss túl sok előnyhöz, ha túl jó vagy a játékon belül.
Nem, itt most azt látom amúgy, hogy van egy autó, ami minden körben rohadt gyors. Nézd meg, hogy elhúzott előlem. Takarékos körünkön étóval. Most szívem szerint megnyomnám, de... Kelleni fog az utolsó körre, mert az... Ups. Hát így meg aztán főleg. Ne már ott voltam a háta mögött. Játék. Hagyj nyerni. Miért engedné, hogy járjak mi? Megint csalogatod, de már nem akartam ráhúzni, mert ez lassított volna rajtam. Vigyi, jövök. Kihasználjuk a versenytársakat. Ops. Az szép volt, testvér. Így van. Szóval valószínű, hogy amúgy itt is van benne okoskodás így a háttérben az AI szempontjából. Mert azt az elsőt, ha én közelebb érek hozzá, nagyon nehéz lenyomni. Elkezd gyorsulni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy jobban össze van törve, mint én. Nagy a gödör! Van ott egy gödör! Ups! De ezt majd megpróbálom valahogy ilyen józan parasztésszel bebizonyítani, hogy amúgy tényleg igazam van benne, hogy amúgy a játék hozzám állítja az autókat. Abban az időszakban, amikor ez a játék készült, még az átlag volt. Őt most le is nyomjuk. Ő nagyot hibázott, pedig ő volt eddig az első. Kérek egy kis kakaót. És itt durzsol a hátam mögött. Bezzeg, én hibázok egy ekkorát, aztán a 8. helyről indulok. Ez meg itt van a seggemben. Nem nagyon akarok célegyeneség nitrózni. De nézd meg! Bázz meg! Jó, most basztam el. Itt kellett volna ezt bevenni. És egy nitró. Aztán ez. És már a cél legyenes. Ehhez harmadikak lettünk. Na, fere. Milyen az, amikor nem figyelek teljesen oda? Ja. Na, akkor csinálunk egy olyat. Tudom, 400, nem kell. Hát az a baj, hogy ebből sok mindent tuninkolni nem tudunk. Jó, rakjunk bele. Hello! Azt nem mondta senki, hogy a transmission-t külön is lehet állítani. Hát most azonnal. Nem néztem végig, én azt hittem, hogy ez is olyan, mint a többi, hogy menni fog majd egymás után. Exhaustba? Jó, ott még nincsen semmi. Sebességet. Az jó, ha van. Na, most annyit csinálunk, hogy... Woodland méhemet megpróbáljuk még egyszer megcsinálni. Ez annyira nem volt rossz map.
De miért lő ki mindenki, én meg miért állok egy helyben, mikor mindenki más elindul? Az amúgy eddig jónak tűnik. Ez nem volt hosszú verseny, tehát hogy alapból elég gyorsan végig lehet érni a pályán. És azért kell nagyon odafigyelnem erre az előttem lévőre. És minél jobban húzni a sebességemen. Ha tuningolom az autót. Mert ez az egyetlen egy olyan autó, amit nagyon nehezen tudok megelőzni. Az összes többit már szinte ott hagytuk, tehát hogy itt ketten megyünk az elején a mezőnynek. Na most fog kiderülni, hogy amúgy csal-e a játék. Hallom duruzsolni a hátam mögött. Próbálom úgy, hogy a lehető legkevésbé lassuljon le az autóm. Nem nagyon tűnik úgy, hogy amúgy túl sok előnyt kapnának a autói. Jó, hát egy ilyen hibázással, amit most is csináltam, hogy túlzottan leszettem és megcsúsztam, ezzel természetes, hogy visszajön a hátam mögé. Ezért nem is vagyok mérges. De ha mondjuk most így csak simán megfogná és elhúzna mellettem, akkor lehet, hogy egy kicsit kiakadnék. Mert annyival nem gyorsabb vagy, akkor miért tudtam megelőzni, hogyha annyival gyorsabb? Érted? Jó. Végre elsők vagyunk. Ezen is. Jó. No, akkor következő. Még egy ezres. Az úgy jó, az úgy jó. Menjünk a következőre, ez ilyen roadblockos, de... Hát ha. Jó Isten, szendvicsest játszunk, vagy mi a fene van? Gyerekek. Megint, ki van elől? A sárga segg. Gyere ide. Gyere. Ide. Hadd szeretgesselek meg. Uhu. Ez a lefelé lejtős, ez egy kicsit barátságtalan volt. Basszus! Azt, ha nem kapom el, még jó is lehetett volna. Ne! Nyomjad neki! Na és most derül ki, amúgy a másik, hogy mennyit enged a játék. Például így bronzban, mert valószínű az lesz, hogy itt azért, hogy ne unj meg a játékot olyan gyorsan, hogy nagyon nehéz. Itt azért segít egy kicsit, mert azért mindig előttem megy, látod most is milyen lassan megy. És most kezdi el felvenni a tempót. Na, paszt meg. Tehát ahhoz képest amúgy gyorsan felvette a tempót, de megvárt. Ezért mondom, hogy itt valami turpisság van amúgy az AI-ban. Csak még nem jöttem rá, hogy ez nekünk jó, tehát hogy ki tudjuk-e használni a saját céljainkra.
vagy... Vagy nem jó nekünk, hogy ilyen az AI. Mert amúgy csak megkínoz majd minket. Kösz! Kezdőlöket! Na én is adok egy kis energiát az előttem lévőnek. Az sok energia volt. Na jó, ezt újra kezdem, ne haragudjatok. Ez sok volt. De most már legalább a pálya is megvan, és ez amúgy jelen pillanatban azt mondom, hogyha kicsit jobban koncentrálok, akkor nyerhető. Így is jó. Őket könnyebb lenyomni, mint a sárga segget. Bassz meg! A francért van ott gumi! A lehető legjobban az lassítja le az autót. Legalábbis játékon belül. Tudom, hogy a valóságban miért van ott gumi, de itt miért? Aha. Nyomja már neki! Rozika! Már megint a retek gumi. Lögd el, mert nem látok tőled. Oké, rezetelt. Nábzz meg. Gyerünk már. Kösz. Mehetsz te is. Meg van engedve. Tájjál le rólam. Oh. Két kör, aztán már az autó úgy össze van tarva, hogy esetlen, hogy pirvelyik menni egyáltalán. Gyerünk. A másik, ami amúgy így visszatérve így a dolgokra, mert úgyis azt mondtam, hogy ezt ugyan dolgokra fogjuk használni ezt a játékot, hogy beszélgetünk. És hát én beszélek, ti meg, vagy meghallgatjátok, vagy nem. Az anyádat, azt! Tedd már vissza az autóba! Hogy kösz! Egy-egy. Hogy... Gondolkodom rajta, hogy mi a jobb. Csak hát most megint ugyanaz, kérem a véleményeteket. Hogy csak így pofázgatok, nekem annyiból ki... annyiból kényelmesebb, hogy nem kell a videókhoz, amúgy erre is van megoldásom, úgyhogy tök mindegy. De tehát, hogy nem azt, hogy mindig ugyanabban a ruhában vagy, meg mit tudom én. De. Tehát, hogy kamerát, ha beraknék, nekem csak annyiból lenne másabb, hogy például akkor, amikor
próbálok láthatatlanul megállítani egy videót, mert mondjuk olvasok, vagy csörög a telefon, vagy bármi, akkor egy kameraképen sokkal jobban észre lehet. Kösz. Szóval egy kameraképen sokkal jobban észre lehet venni azt, hogy volt vágás. Mint az, hogy mondjuk a játékban a karaktered egy centivel arrébb van, mint ahogy kellene. Vagy épp egy töltőképernyő hosszabb ideig tart, mint ameddig, és abból vágok ki egy részt. Azért a kameránál jobban meg lehet, vagy jobban ész. Erre. Hát ez a verseny, ez valami fos. Jó, hát most utolsók lettünk. Ez még rosszabb, mint az előző volt. Ne, akkor is meg tudjuk az aranyat csinálni. Vagy ide. Úgyis első helyen leszünk. Tuning. 200, ezeket nem tudjuk. Ez 800, akkor belerakunk egy ilyet. Gyere. Ez már 1000 lesz, de itt egy 200-as. Belefér egy 300-as is. Nyomjuk ezt a hülye versenyt. Na, hajrá! Hát nekem úgymond nehezíti a dolgomat, de mondjuk ti meg jobban látnátok azt, hogy éppen milyen hülye fejeket vágok közben. Ami lehet, hogy közelebb hozná az embereket. Szóval ez is jó lenne, ha tudnám, hogy mi a nyerőbb. De hát nem tudom. Mert például én, akiket nézek, külföldieket, azoknak nagy részének nincs is kamera. Csak a hangját ismerjük. Ez jó kemény anyagból van ez a bódé, hogy nem lehet egyszerűen eltörni. Nem baj. Ó, ez csend van. Ó, ezért jó utolsónak lenni. Csendesebb a játék. Tehát, hogy a kameraképpel is ez a problémám, hogy jó az, ha látjátok, vagy nem jó, ha látjátok. Nekem annyiból nem jó, hogy most, ha szana szétáll a hajam, akkor senki nem fogja el szólni, mert nem látjátok. De akkor állandóan bozerálni kell a hajamat is, hogy ne álljon össze-vissza. Tehát, értitek? Nem tudom. Nem tudom, mi a jó, nem tudom, mit kellene csinálni, nem tudom, hogyan működik ez az egész. Még én nagyon kezdő vagyok ebben az egész YouTube hülyeségben. Annak ellenére, hogy amíg elég régi a csatorna, mert már egyszer volt rá próbálkozás, akkor a Farming Simulator-t próbáltuk tolni, amit megmondom őszintén, ebben az évben is elkezdtem. Csináltam nem tudom hány videót. És mindig kitöröltem. Miért? Mert nem adott hozzá az előző évhez semmit, sőt, megmondom őszintén, az én részemről még el is vett. Voltak olyan modok, amik tök jól működtek az előzőben, most már nem működik, csak akkor, ha veszel hozzá DLC-t, meg izé. Mi van? Tehát az összes jó dolgot, ami a 19-ben amúgy fasza volt, azt betették DLC mögé, mert azt szerették az emberek. Aha. Mi az, amit most úgy kaptunk újat? Kivettek egy csomó régi traktort, ami a 19-ben amúgy tök fasza volt. Most nincs benne. Tehát hogy mondjam, nem lett a játék jobb.
az előzőhöz képest. És megmondom őszintén, mi játszottunk vele egy pár hetet, de úgy voltunk vele, hogy kérdeztem a srácokat, hogy vegyünk fel belőle a videót. Nem. Ők már nem kezdik újra. Tehát nem lett volna, akivel egy új kört elkezdjek. Mert már megunták ennyi idő alatt. Mert semmivel se lett másabb, mint a 19, csak annyi, hogy egy kicsit át lett dizájnolva, meg kapott egy-két új funkciót, de amúgy már ki lett belőle véve egy csomó régi funkció. What? Most ami nekem nagyon, nagyon nem, az a vincs. Tehát, hogy volt a... nem emlékszem, hogy mi volt a neve annak a... Hát ilyen tolólap. Ilyen fához való lap. Amire fel tudtad vincselni, de ilyen több pát is akár egyszerre. Hát az gyászosan szar lett ez a meccs. Tuning. Szóval volt ez a... vincs. Fel tudtál rá húzni 5, 6, 7, 8, nem tudom hány fát. Nagyon sokat. Össze tudtad így fogni őket, összeláncoltad őket is, és rá tudtad húzni erre a lapra, és akkor, ahogy a lapon rajta volt, tudtad a fákat húzigálni a földön. Most már nem lehet vincsezni. Csak ha megveszed a mit tudom én milyen DLC-t. Anyádat. Azt. Ugye ezt, amikor így megláttam, így mondtam, hogy jó van, tudjátok mit? Az én részemről is ennyi volt az FS. Nagyon több helyről hallottam már nem tartalomgyártóktól, hanem így ismerősöktől, hogy ők így végig tolták az egészet. Nekem a 19 volt az első, ami úgy elkezdtem vele játszani. Most nem. Tehát nekem az, amit az FS képvisel jelen pillanatban, ez a elveszik az emberektől, a modderektől azt, amit csinálnak. Rohadt sok pénzt bekérünk a játékért, amiben munkát nem fektettünk, mert amúgy nem lett másabb a motor, nem tud többet. Nem tud... nem jobb, nem szebb. Biztos, hogy vannak benne optimalizációk, tehát hogy azért ezt így nem jelentjük ki kategórikusan, de tehát, hogy nem lett másabb a játék attól, hogy kijött egy új rész. Én sokkal jobban támogatom például az olyan fejlesztőket, mint például az ETS-nek a fejlesztője, aki nem azt csinálja, hogy most vegyetek meg minden játékunkat, nem csak vedd meg az ETS-2-t, az ETS-3-at, az ETS-4-et, az ETS-5-öt, az ETS-6-ot, mert minden évben adunk ki egy új játékot, vagy minden második évben, vagy mindegy, hanem az van, hogy kiadott egy játékot 10x éve. Azt hiszem 10 éves már az ETS is. És azóta hozza ki rá a DLC-ket, amiket szívesebben megvesz az ember, mert miért ne venném meg azt, hogy többet tudjon a játékom. Tehát amúgy az ETS az, a játék, ami ezt az egész DLC rendszert, meg ezt az egész tranzakciós hülyeséget szerintem jól megfogta. Tehát, hogy kiadott egy alapjátékot, rendszeresen akciózza, stb. Tehát, hogy még nem is kell megvenni teljes áron, mert amúgy
rohadt olcsón meg lehet venni az ETS-t alapból, meg a régi DLC-ket is folyamatosan, akár ilyen 70-80%-kal is leértékeli. És... szívesebben megveszek egy játékhoz úgy egy DLC-t, hogy tudom, hogy én az alapjátékkal is el tudnék játszani. És nem vagyok rá kényszerítve arra, hogy vegyek meg egy játékot, most mondok valamit 20.000 forintért, aztán vegyek meg hozzá egy DLC-t 20.000 forintért, de hogyha akarom azt, hogy ez a funkció működjön benne, akkor vegyek meg még egy DLC-t 20.000 forintért, és akkor két év múlva meg dobhatom ki a játékot, mert már senkit nem fog érdekelni, mert kijött az új rész. Tehát ez tartalom szempontból sem jó üzlet. Ah, persze, aki küldeni a Giants minden évben az új játékokat, hogy na most gyere, itt van, ezt próbáld ki. De nem lesz, mivel hogy nem vagyok elég nagy tartalomgyártó ahhoz, és nem is leszek a Farming Simulatorban, így ahogy elnézem, hogy most áll a játék. És így nem lesz ingyen szoftverem. Volt pár évvel ezelőtt még modos elképzelésünk is, hogy mi elkezdünk modderkedni, csinálunk kiegészítőket a játékhoz. De utána így rájöttem arra, én is, meg a többiek is, hogy semmi értelme nincs. Két év múlva dobhatom ki az egészet, amit addig csináltam, mert már az a játék nem lesz jó. Mindenki megy az újra? Na mindegy. Azt próbáljuk majd meg legalább bronzra letolni. Az a baj, hogy a következő körben valószínű tolni kell egy olyan meccset is, ahol pályát bontunk. Vagy csak szemvesztjük egy kicsit az autókat. Ezt nagyon túltoltad. Nem már! Nem már! Kapaszkodj már fel! Na hát így lesz. Második helyből az, hogy hetedik helyen vagyok. Mit brummok itt hátam mögött? Mennyivel jobb hangja van, mint ennek? Na, ez ilyen kávédaráló. Az a baj, hogy minden évben, amikor kijött egy új FS, akkor megnéztük a srácokkal, és mindenki azt mondta, hogy ezért azt a pénzt, amit elkértek, nem adták volna oda. Mert amúgy fel vannak hype-olva videóval, de akkor, amikor elkezdtünk vele játszani, akkor így megkérdeztem én is a többiektől, hogy ne is szerintetek mennyivel jobb, mint az előző. És mondták, hogy ugyanaz. Csak lett pár új funkció, amit eddig el lehetett moddal érni. Most ez benne van a játékban. És kész. Nem kaptunk újat. Mi lett az új? De most ezt komolyan kérdezem, tehát hogy aki ezt így meg tudja válaszolni, attól szívesen, tehát hogy mondjátok el nyugodtan a véleményeteket. Mert amúgy kíváncsi vagyok rá, hogy másnak ez mit adott ez a rész, ez a 22 például. Ami jó, most már nem most jött ki, de tehát most jönni fog majd a 25, aminek a trailerét állni, ez már megint nem lesz semmi új. Ami azt mondanám, hogy
ezért kell majd megvenni. Nincs benne új. És az a legnagyobb baj amúgy az egész játékkal, így hosszú távon, hogy monotonná válik. Nem fogom hagyni. Még van egy egész köröm. Lenyomjam a kis köcsöget itt előttem. Tehát, hogy például a 19-hez képest a 20 mit adott? Adott olivát, meg grépet? Volt. Be volt modolva. Bejöttek a season-ök? Volt. Be volt modolva. És te döntötted el ott is ugyanúgy, hogy milyen hosszú legyen egy season, és hogy mit tudjon a season, meg stb. Stb. De testről lehetett ugyanígy szabni. Tehát mivel lett több a 19-től a 22 funkcióban akár, vagy bármiben. Semmiben. Semmi. Tehát ezért mondom, lehet, hogy raktak bele ray tracing, meg tiköm tudja, nem érdekes. Nem amiért fogok játszani egy játékkal. Tessék, itt van. Csillog a kocsin a napsugár? A tököm. Nem. És? Négyezer. Ami azt jelenti, hogy ha most már átmentünk egy újba, ettől féltem. Ettől féltem. Ez 90 ló. Ez lenne amúgy a jó. Ez a slider. De ez még kell 1600. Ez a baj, mert ez volt az utolsó ballet. Overrunner, ez 6000, ezt meg is tudnánk venni. De ez a leggyengébb az egész mezőnyben. Ezt nem tudom eldönteni, ugye a slider név az jelezze valamit, hogy ő csúszni fog, mint a franc. Vagy mondjuk itt van ez kicsit nehezebb, Road King. 6400-ért, aha. Fast Hammer. 2000-ért. Lóerő súlyelosztásban amúgy ez tűnik a legjobbnak. Mert ez rohadt nehéz, azért is nevezik amúgy valószínű kalapácsnak, gyors kalapácsnak, és ahhoz képest elég nagy lóerővel rendelkezik, tehát 208 lóerő van benne. Ez egy közel 250 kilóval könnyebb, de 10 lóerővel nehezebb, vagy nehezebb lóerővel. Jó van. Tehát, hogy ez meg gyorsabb. A súly miatt is. Na most itt van a Road King, ami 200 lóerő, tehát, hogy nem sokkal van elmaradva a többiektől, de amúgy jóval könnyebb. Tehát világ ennek kellene az egyik legjobbnak lenni a mezőnyben, nem ezután. Nem tudom eladni a régi kocsimat. Nem. Tuning. Ja, az a baj, hogy most, ha át is megyek Silverbe, na jó, ezt majd kipróbáljuk következőben. Az a baj, hogy nem akarok megvenni úgy egy autót, hogy nem lesz jó. Úgyhogy találkozunk a következő részben, ahol folytatjuk az autó kínzását, meg megnézzük azt, hogy az előző autóval át tudunk-e jönni ide, vagy a következő autóval át tudunk-e jönni ide, és akkor lehet, hogy befejezzük azt a két másikat,
és akkor ezzel kapunk 2000-et, és akkor már el lehet dönteni azt, hogy akár egy 8000-es autóval indulunk neki. Úgyhogy készüljetek a következő részre. Addig is. Sziasztok!